a méltóságukban és emberségükben tönkretett gazdák és leszármazottaik iránti jelképes gesztus mellett az emléknap fontos célja, hogy a soron következő nemzedékek is megismerjék, kik is voltak pontosan és milyen megpróbáltatásokon mentek át a kuláknak bélyegzett gazdák. Nem merülhetnek feledésbe a büntetlenül megalázott, nincs telenné tett emberek szenvedései. A kuláküldözés olyan félelemmel itatta át az érintettek lelkét, hogy sokan a saját családjuknak, gyermekeiknek sem merték elmondani történetüket, és máig nem mernek róla beszélni. A fiatalok ugyanakkor tudni szeretnék, mi történt a nagyszüleikkel, dédszüleikkel, olvasható az országgyűlési határozatban. Karcagon kopjafa áll, a kommunista diktatúra paraszt áldozatainak emlékére. Idén is ehelyen emlékeztek a 70 éve kezdődött üldöztetés áldozataira. Kérdezhetnénk, hogy miért éppen a nagykunságban kezdődött el leginkább és leggyorsabban a kollektivizálás. Erre van három elmélet is. Az egyik az, hogy állítólag Gerő Ernő nem szerette a nagykunokat. A másik, és ez már nem feltételezés, hanem leírt, hogy itt akartak létrehozni a nagykunságba egy kimondott mezőgazdasági mintakörzetet, és hát ugye a mintakörzetbe kell legelőször a kollektivizálást végrehajtani. De azért mondanék egy harmadik szempontot, amit a szakirodalomban keveset lehet olvasni, mégpedig azt, hogy a Szovjetunióban a kollektivizálást, ezt a általunk is ismert korhoztípusú rendszert a volgai németeknél vezették be legelőször. Mégpedig azért, mert ott voltak életképes kis, illetve középparaszti gazdaságok, és hát úgy gondolták, hogy a volgai németeknél kell kipróbálni, hogy mit is tudnak a kolozokkal kezdeni, és valószínűleg a nagykunságban is, mivel nem volt nagybirtok, és hát úgy nem aprózódott el, mint a Dunántúlon a kisbirtok, valószínűleg közrejátszott abban, hogy a nagykunságot jelölték ki ennek a mezőgazdasági mintakörzetnek, és hát tudjuk azt, hogy 51-ben végre is hajtották, és a legelső termőszövetkezeti városok, Turkeve, Karcag, és akkor így mezőtúl kis visszállás. Hadd mondjam azt, hogy ezeknek az elvett földeknek akár a nyilvántartása, akár egyéb hát rendezése egészen a 90-es évekig tartott, hiszen majd egy pár szóval szólok a kárpótlásról is. Nagyon sok földet nyilvántartás szerint nem írtak át, illetve nem jól írtak át, és hát ez ugye 92-ben a kárpótlásnál gondot okozott. A kérdés, és ez volt egy érdekes kérdés, hogy a kertföldeket, a zárt kerteket nem vették el a kulákoktól, és hát az előbb említett Solovféle példa, hogy a ruhájukat is meghagyták, az más kérdés, hogy itt is elkezdődtek a kitelepítések. A kertföldekkel kapcsolatosan szintén elméletek vannak, van, aki azt mondja, hogy azért nem vették el, mert volt a kommunistáknak is bizonyos belátásuk, és hagytak valami lehetőséget az életre. Mások pedig azt mondják, hogy azért nem vették el legalábbis a nagykunságban zárt kerteket, mert az elvett földekkel is évekig nem tudtak mit csinálni, azok pallagon voltak, és mi lett volna, hogyha a kertek is kollektívbe kerültek volna, nem művelték volna úgy, ahogy azt illik. Az évtizedek alatt a maguk erejéből fejlődő kisbirtokos parasztokra bármikor rásüthették a kulák bélyeget. A kötelező beszolgáltatással, a padlássöprésekkel a magyar agrárium gerincét roppantotta meg a kommunista hatalom. Ezt a csapást a mai napig nem volt képes kiheverni a hazai mezőgazdaság. A kommunista diktatúra paraszt áldozatai emlékére állított kopjafát idén is megkoszorúzta a vármegyei közgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője, Karcagváros képviselője, valamint civil szervezetek és magánszemélyek.